Szervusztok, fiúk, lányok a YouTube-ról, mi újság, hogy vagytok? Remélem, hogy mindenkinek minden jól telik. Itt van az ősz, most láttak, ez tényleg egy ilyen átlán lassan télies időjárás kialakulni, és ismét eltelt egy hét, és elérkezett az időpont, hogy megválaszoljam azt a sok-sok-sok-sok levelet és kérdést, amit ti föltettetek nekem. Még mielőtt belecsapnánk a lecsóba, szeretnék külön köszönetet mondani Tibornak, Petinek, Milánnak és Renátónak, akiknek úgy a levelét most nem fogom beolvasni, mert nincs benne exakt kérdés, de viszont nagyon szépen köszönöm azt a sok pozitív visszacsatolást, amit küldtetek. Tényleg nagyon jól esett olvasni, hogy milyen hatást váltott ki bennetek az én videóm, és hogy mennyire örömötöket lelitek abban, amit én csinálok, és ez tényleg el sem tudom mondani, hogy mennyire jól esik, ezért éri meg az egészet csinálni, és próbálom ezt továbbra is hozni, illetve Renátónak is nagyon szépen köszönöm, hogy kilinkelte a honlapjára a videócsatornámat, és ezt köszönöm szépen a támogatást. Ha esetleg észreveszek nagy kilengést így pozitív irányba a nézőseregemben, akkor azt feltétlenül közlöm. De nem tudom, hogy a YouTube Analytics sajnos nem mutatja, hogy honnan érkezik a forgalom, de magát a kilengéseket remélem, hogy majd látni fogom. Mindenesetre köszönöm szépen nektek, és mindenki másnak is azt a sok pozitív energiát és visszajelzést, amit küldtök napról napra. Na de most vágjunk bele a lecsóba, jöhetnek a kérdések, amiből volt szép számmal ezen a héten is, és én itt most a legjavát igyekszem majd így beolvasni nektek. Nem lesz olyan sok, de mindenkinek válaszoltam, aki küldött, ezért is jelentkezek most egy kicsit később, mert elég sok levélre kellett válaszolnom, de remélem, hogy mindenki megkapta, és kielégítő választ kap kérdésére. Na, még mielőtt még belecsapnánk, mégse jön még egy levél, mert most hirtelen elfelejtettem, mit akartam mondani. Többen is kérdeztek egy témakörben, csak elfelejtettem felírni itt magamnak, hogy mi volt az, és most így ciki módon pont elfelejtettem. Na mindegy, majd csak eszembe jut, addig is akkor kezdjük a levelekkel. Máté levelével indítunk. Szia Csonti, arról szeretnék érdeklődni, hogy van-e Star Citizen fiókod, és ha igen, akkor csinálnál-e hangár bemutató videót, ha a játék üzletpolitikája megengedi. További kellemes napot, estét! Na, a Star Citizenről már korábban értekeztem, így az Imperium Galactica ötletek videók nyomán ajánlottátok nekem ezt a játékot, és tényleg nagyon jó, egy ilyen űrszim lesz az egész, tehát nagyon-nagyon tuti lesz. Viszont a játék alfa verziója, én úgy tudom, csak jövőre fog elindulni, de már most lehet lefoglalni a játékot, $30 a legkisebb érték, és akkor ez közvetlenül a játék készítőinek megy, hogy ugye folytassák a projektjüket. Egy nagyon nagy szabású játékról van szó, már több mint $21 millió, tehát az több mint 4 milliárd forint gyűlt össze a játék fejlesztésére, hogy valami jó lesz ebből, én úgy érzem, valami jó készül, és mindenki, szerintem, akit érdekel, látogasson el a honlapjukra, a Star Citizen, és ha érdekel, akkor is szerintem megér. Én mindenképp be fogok majd rá ruházni, de egyelőre még várok egy picit, de amint elindul az alfa verzió, akkor lesz róla videó, úgyhogy be fogok rá ruházni. Ha esetleg én lennék a hülye, és már elindult volna az alfa verzió, akkor arról meg szóljatok, please, mert én még úgy tapasztaltam, hogy nincs, csak 2014 második felében esedékes. Jó, akkor a következő levél. Ja, fontos, most eszembe jutott az egyik dolog, amivel kapcsolatban sokan kérdeztetek, hogy a YouTube-os videóknak így a pénzszerzéséről, hogy lehet engedélyt szerezni, hogy lehet kérni, milyennek az útja, módja, stb. Ezzel kapcsolatban a honlapon a leírások rész alatt van egy nagyon jó összetett kis lista azokra a cégekre, akik engedik, akiktől külön kell kérni, és akik nem engedik, illetve ennek az útjáról múgy előtte ott van a videó is, amit erről a témáról készítettem.
a tutorial playlisten megtaláljátok egyébként a videót, úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik ebben a témakörben. Jó, a következő kérdés Lacitól érkezett. Szia! Először is engedd meg, hogy bemutatkozzam, 22 éves vagyok, hamarosan szeretnék indítani egy magyar Don't Starve oldalt saját tárhelyjel és domain címmel. Ezügyben írok, mivel láttam, te is kedveled ezt a játékot, nem lenne kedve csatlakozni az oldalhoz, mint admin. Előre is köszönöm a válaszot. Üdvözlettel, Laci. Na, kedves Laci, köszönöm szépen a kérdésedet. Az oldal maga, mint ötlet, az nagyon jónak találom. Tényleg tök jó, mert lenne akkor egy dedikált magyar nyelvű oldal a Don't Starve-nak, és szerintem nagyon sok rajongója lenne. Azt, hogy adminkodjak-e, hát ilyen, azt köszönöm szépen a felkérést, ilyen tiszteletbeli státuszt azt tudok vállalni, de úgy, hogy így a napi oldal menedzselési dolgokban részt venni, azt nem ígérném meg. Mindenesetre, ha kész az oldal, küld el, vetek rá egy pillantást, és akkor akár még kis, ha jó, akkor egy kis reklámot is tudok csinálni neki, de ez nem ígéret, ez csak egy opció, még mielőtt bárki fogna rá erre valamit. Na, úgyhogy ilyen admin felkérésekkel maximum csak ilyen tiszteletbeli adminságot tudok vállalni, konkrét munkát az oldalba fektetni nem biztos, hogy tudnék. Egyébként tényleg minden ilyen kezdeményezést azt én támogatok, hogyha valaki a kedvenc játékának egy dedikált oldalt indít. Én is az oldalon a nagyon szívesen csinálnám a leírásokat a különböző játékokhoz, csak hát ahhoz sok idő kell. Egy-kettő már van, de szeretnék majd még többet is, majd ahogy alakul. Mindenesetre, ha valaki egy külön oldalt szentel ezeknek, azt szerintem egy tök jó dolog. No, akkor a következő levelet Sajtos Kifli küldte. Szia Csonti, a mai napon reggel néztem az egyik videódat, amikor felülik az ablakon, hogy Google Plus nevemet, vagy sima YouTube nevemet akarom-e használni, és rámentem a YouTube nevemre. Aztán annyit kérdezgetett, hogy fogtam és kiixeltem az ablakot. Most mind a 70 feliratkozó modellet leiratkozott mindenkiről, és az összes videómat is törölte. Mi lehet ez, és vissza tudnám-e hozni valamivel válaszat? Előre is köszönöm. Na, hát ugye most a YouTube-on is ez a Google Plus-os téma, főleg most már így a rajongói körökkel már egyre inkább előtérbe kerül, és nekem is a vlog csatornám az nincs összekötve a Google Plus-szal, és kb. Hetente egyszer feljön, hogy jó, akkor most akarom-e ezt az egészet összekötni, és melyik nevemet melyik nevemet szeretném, az valós nevemet, vagy a csatorna nevemet? Hát mondom, egyiket se X. És akkor jól van, akkor majd kérdezünk egy kicsit később. Nem ám azt, hogy jó, köszi, hello, hanem akkor majd egy kicsit később megint megkérjük, hát ha akkor másképp vélekedsz róla. Tehát érezhető egy kis force marketing ebben a témakörben. A lényeg az viszont a kérdése válaszolva, ha csak kiX-ed, nem törli a szubokat. Valószínűleg tartom, hogy az átmeneti tárolókban, illetve a cookie-kkal, cache cookie-kkal lesz itt valami probléma, és így kijelentkeztetett a fiókodból, vagy félig kijelentkeztetett. Most a YouTube újításoknak köszönhetően a héten voltak is ilyen parák, én is azt hiszem ilyen szerdán, vagy mikor tapasztaltam, hogy össze-vissza van az egész, nem tudok bejelentkezni normálisan, stb. Aztán megjavult, úgyhogy én erre tudnék gyanakodni, próbálj meg újra később belogolni ilyenkor a fiókodba és ráfrissíteni. Az biztos, hogy nem törölte a fiókodat, egyrészt mert látom a 70 feliratkozódat továbbra is, és létezik a fiókod, másrészt ahhoz, hogy törölje egy YouTube profilt, ahhoz azért többre van szükség, mint egy-két ablakot így beixelni és kiixelni, úgyhogy amiatt nem kell aggódni. Akkor a következő levelet Geri küldte, az lenne a kérdésem, hogy a Cities XL sorozatot ismered-e, és ha igen, mennyit játszottál, játszol vele. Üdv, Geri! Na, a Cities XL-t azt ismerem, egy nagyon jó kis városépítő szimulátor, hasonlóan a SimCity-hez, és sokkal realisztikusabban van megoldva. Tehát akiknek inkább az a grafikai megjelenítés tetszik meg, akkor tudom ajánlani. Hogy őszinte legyek, hát egy ilyen 30-40 órán benne van a játékban, de nekem a SimCity az jobban bejött.
és azóta, hogy megvan a SimCity, nem is játszottam vele, de ettől függetlenül egy nagyon jó kis városépítős játékról van szó, és a SimCity előtt nagyon jó volt. Tehát tényleg azt kell mondjam, nagyon jó. És szerintem sokaknak akár jobban is bejöhet, mint a SimCity. Úgyhogy próbáljátok ki, elég baráti áron mozog ráadásul, úgyhogy akiket érdekel ez a műfaj, és megtetszett, azoknak mindenképp megér majd egy misét. Jól van, akkor a következő levelet Dávid küldte. Hello Csonti, az lenne a kérdésem, hogy az Outlast nevű játékot fogják-e folytatni, mert nekem valahogy túl hirtelen vége lett. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a Don't Starve-ban a csigász páncért miért nem használ sehogy sem, hiszen már te is meghaltál miatta a videóban. Viszont van egy trükkje ennek a páncélnak, amikor jönnek a kutyák, akkor belebújsz és elmennek melletted, de olyankor legyél bífalók mellett. Válaszodat előre is köszönöm levélben vagy vidiben. No, az Outlast-nek ugye megvan a végigjátszás, tényleg elég hirtelen lett vége, bár azért lehetett rá számolni, amikor már ott most spoiler, az a démon így beleköltözik az emberbe, hogy ott már nem lesz sokáig, nem tart sokáig a játék, viszont szerintem jó volt, meg egy olyan jó 8 óra volt a végigjátszás, és az a 8 óra az olyan para volt, hogy fú, el se tudjátok képzelni, úgyhogy szerintem abszolút megérte azt a 8 órát és az árát a játék. Nagyon jó kis élmény volt, és már régóta nem ijedtem meg egészen ennyi mindenen. Erről csináltam is egy ilyen összesítő videót, Outlast Parák, vagy nem tudom milyen névem. A másik kérdés pedig, hogy a csiga ház, hát igen, azt én is tapasztaltam, nem tudom, hogy bugos-e, vagy már megváltoztatták a működési mechanizmusát, mindenesetre igen, el lehet benne bújni, és akkor egy pár másodperc után ignorálni fognak a lények, és a másik dolog pedig az, hogy ugye akkor nagyon keveset fog sebződni, úgyhogy ez egy tök jó ötlet, amit írta, hogy a bífálók mellett belebújni csiga házba, és akkor a kutyákkal nem lesz gond. Akkor a következő levelet Peti írta. Előző levelemben ugye azt írtam, hogy igazából kérdésem az nincs, de közben eszembe jutott egy, ami igazából két dolog. Csak szeretném megkérdezni, hogy a későbbiek folyamán nem lenne kedved bemutatót készíteni a Limbo-ról vagy a Fez-ről, mert mind a kettő egy elég kellemes kis platformjátéknak tűnik, és úgy láttam a Steamed alatt, hogy meg is vannak neked. Remélem lesz belőlük videó, mert szívesen elnézném, hogy játszol velük. Üdv, Peti! Na, a tervem az, hogy minden játékomról előbb vagy utóbb valami kis videót készíteni, legalább csak egy bemutató jelleggel. Most lényegtelen az, hogy ez a játék zsírúj, vagy pedig már egy régebbi, korábban, vagy egy-két hónapja, hete, éve megjelent játék, de szeretném nektek bemutatni. Aztán, mivel elég sok játékom van, az, hogy erre mikor kerül sor, az kérdéses, de mindet szeretném bemutatni, úgyhogy előbb vagy utóbb lesznek ezekről is videók. Egyébként ugyancsak megint már, nem tudom, sokatszorra mondom, hogy a honlapon az info alatt ott vannak a játékai menüpont alatt, hogy mik vannak meg, és ott frissítgetem, hogy mik lesznek meg, úgyhogy ott lehet szemezgetni, hogy majd mikre számíthattok a jövőben. Jól van. Következő kérdést nagy pillanat, apróbb technikai gondok, elkattintottam az e-mailt. Na, Roli írta a következő kérdést. Szia Csonti, csak az érdekelne, hogy neked milyen volt a gyerekkorod, milyen volt a tanulás, egyelő utáltad, vagy szeretted, vagy vérizzadás volt. És nem tudsz valami módszert, hogy lehetne könnyebben tanulni, vagy mire odafigyelni, milyen tantárgyakra és milyen véleményeid voltak róla, utáltad őket, és hogy ment a felvételi. Én még csak hetedikes vagyok, arról is írhatsz tanácsot, milyen volt a gimnázium, az egyetem, csak úgy kérdezem, hogy milyen volt az iskola Csontinak. Üdv, Roli! Ha a videóba berakod ezt a kérdést, akkor nyugodtan mondhatod. Na, hát ez egy ilyen érdekes összetett mondat volt, remélem azért sikerült jól. Na, tehát, Roli, kedves Roli, köszönöm szépen a leveledet, tényleg nagyon jó ötlet, és szerintem erről majd a vlog csatornára fogok rakni egy dedikált videót, közeljövőben talán, mert tényleg
Szerintem tök jó ötlet, erről lehet beszélni. De röviden, hogy milyen volt a tanulás. Hát nagyon a gimiben, meg úgy végig én így eléggé ilyen lelkiismeretesen tanultam a legtöbb tárgyra, majdnem mindre. Aztán úgy olyan tizedik után olyan tárgyak, hogy a kémia, meg a fizika, azok annyira nem voltak priort. A biológiát a reál tárgyak közül, meg a matek az megmaradt, mert azokat szerettem, meg azokhoz így volt affinitásom. De úgy aránylagban mindent így próbáltam lelkiismeretesen beemelni, és nem bántam meg. Tehát azok az infók, amiket ott megszereztem, és az a hozzáállás, az a tanulási módszer, az később az egyetemen, hát kvázi így hátraöltem, és like a sir, így nagyon sokszor így kisújból kiráztam sok mindent, vagy amikor mások így napokat, heteket készültek valamire, hazamentem, egyszer elolvastam, aztán csá. Tehát ennyi. De erről akkor majd készítek egy videót bővebben. Hát utálni, igazság szerint nem utáltam egyik órát se. Voltak olyanok, amiket így annyira nem kedveltem, mert esetleg a tanár volt olyan, vagy épp olyan anyagrész volt, vagy nem érdekelt, vagy sok macera volt vele, de úgy nem mondhatnám, hogy utáltam bármelyiket. Tehát a kémiához nem volt nagyon affinitásom, meg a fizikához. De egyébként azokat se. Tehát, hogyha többet foglalkoztam volna vele, lehet az is jobban megtetszik, meg minden. A másik, hogy tanulási módszer. Na, ez viszont már egy érdekesebb topik. Hát alapvetően ugye az a fontos, hogy már nagyon kis kortól el kell kezdeni így megtanulni, tanulni. És ez egy nagyon nehéz dolog, szerintem. Amit én így fontosnak tartok, hogy ha elolvasol valamit, azt először tud értelmezni, és utána abban egyre nagyobb gyakorlatot szerezni, hogy a szövegnek a lényegi mondandóját azt ki tud szedni magadnak, és összefoglalni. Tehát olvasok mondjuk egy oldalnyi szöveget valamiről, és akkor abból hogyan tudnám összefoglalni az egészet egy vagy két mondatba, amit olvastam. És akkor ezt lehet gyakorolni. És ez nagyon sokat segít a tanulásba. Olvasok valamit, hogy mit tudom én, kis Pista elment a boltba, és akkor utána vett kenyeret, tejet, kiflit, hazament, megsütötte, utána megvacsoráztak, aztán utána meg lefeküdtek aludni, másnap reggel fölkelt kis Pista, és megint lement a boltba. És akkor ezt össze lehetne foglalni abban, hogy kis Pista vásárolt, utána pedig hazament, megfőzte, megette, és aludt. És akkor ez már egy sokkal jobban lerövidítette az egészet, és így könnyebb megjegyezni. Vagy akár úgy, hogy kis Pista egy átlagos napja. És erről én már, mondjuk én megjegyzem, hogy akkor ebben benne volt a vásárlás, főzés, alvás, stb. Tehát így ezt ajánlom. Hát ez ilyen könyv aláhúzogatós módszer ebbe kezdetben nagyon sokat segít, aztán utána lesznek majd, utána, hogy belejöztök, akkor már arra se lesz feltétlenül szükség. De a lényeg az, hogy tudjátok értelmezni és kiragadni a lényegi mondandót a szövegekből, és az nagyon sokat segít. Vagy másik metódus, a vastagbetűs módszer, hogy a vastagbetűket kell nagyon nézni, és azokat megjegyezni, és vagy azt a mondatot, amiben a vastagbetű van, mert ott az a lényeg, és ezzel a tankönyvek erre eléggé jól rágyúrnak ebben a tekintetben. Na, aztán többit majd egy másik vlog videóban. Jó, és az utolsó kérdés a mai napra Dávidtól. Szia Csonti, azt szeretném kérdezni, hogy te ugye tévét használsz monitornak, és így nem romlik el a szemed? Mert ugyebár te elég sokat számítógépezel, bár nekem ezzel semmi bajom nincs. Én is elég sokat gépezek, de mellette sokat tanulok is. Szóval nem szokott fájni a szemed, vagy ilyesmi, vagy talán használsz valamit ez ellen? Válaszodat előre is köszönöm, Dávid. Jó, és kuckó a becenemet, ezt nem tudom, hogy beolvashatom, mert nem írtam, mindegy, na. Jó, tehát. Kedves Dávid, és mindenki, aki efelől érdeklődik, hát nekem így, hogy is mondjam, nagyon nagy szerencsém van, mert jó a szemem, nem romlott még, és jó, hozzá vagyok edződve a nagy képernyő bámulásához. Benne a munkahelyen annó
két képernyőt, akkor volt az első, amikor elkezdtem dolgozni, hogy két képernyőt egyszerre nézni, és akkor két képernyő, de, és akkor utána hazamentem, ott, otthon meg egy ilyen kis monitor, és akkor hát az már nem is olyan nagy, meg minden, aztán utána a következő monitorom, ami nem is monitor, hanem tévé lett, az meg már egy 40 colos tévé, az meg most így tök király, és ez az a méret, amit én így most így monitornak el tudok fogadni, vagy így jó. Aztán ki tudja, később lehet, hogy már egy ilyen mit tudom, egy 80 colosat fogok már egy mozivásztat nézni ahhoz hozzá. Tehát így az inger küszöb az így folyamatosan csökkent nálam. Na, de a lényeg, hogy hál' Istennek nem bántja a szememet, és azt tudom mondani, hogy ez a 40 col, ez az, hogy így itt ülök, itt van tőlem kvázi egy olyan, hát nincs talán egy méter, de egy jó 70-75 centi távolságra, így majdnem fullosan kitölti a látómezőmet, tehát olyan, mintha egy moziban ülnék, de nem zavaró, és nincs is az, hogy így nagyon megfádulna tőle a szemem. Az viszont fontos megjegyezni, hogy ha fáradtak vagytok, álmosak, akkor ne üljetek le hosszan a gép elé. Ha fáj a szemetek, akkor tartsatok 10 perc szünetet, meg alapból is óránként azért egy 5-10 perc szünet, ezt érdemes tartani a monitornál. Megölöm azt a kis kutyát, amely itt van most nálunk, állandóan ugat kint, nem tudom, hallatszódik-e. Na, aztán, hol tartottam? Igen, tehát 10 perc szünet. Aztán, ami nagyon fontos még, azok a különböző beállításai a monitorotoknak, tehát figyeljetek arra, hogy a képfrissítés az megfelelő legyen, hogy ne ilyen villódzást lássatok, mert akkor azt rövid idő alatt epilepsziát kaptok, és akkor így nyába fogtok fetrengeni a gép alatt. Illetve a fényerősség. Tehát ne legyen se túl sötét, se túl világos, mert ha túl sötét, akkor mi van? És akkor erőlteted a szemedet, ha meg túl világos, akkor meg fogsz vakulni egy idő után. Úgyhogy az arany középút. Azt nem mondom senkinek, hogy annyit kell kockulni, meg gép előtt ülni, mint amennyit én teszek. Hát nekem sajnos nem ritka a napi, hát amikor dolgozom, akkor az ugye 8 óra, plusz még hazamegyek, akkor egy olyan 3-4 óra is esetleg, és akkor egy ilyen, tehát nem ritka a napi 10-12 óra, vagy valamikor még több is. De ezt így senkinek nem mondanám, hogy ez egy követendő példa, ez az én függőségem. De hogyha komolyabb problémák, fejfájás, szemfájás, stb. Nem látjátok rosszul, akkor javaslom mindenképp, hogy egy szemészt azt így felkeresni. Mert könnyen lehet, hogy romlott valakinek a szeme, és akkor ez így derül ki, ugye, és jobb ezt előbb kideríteni, és adni egy kis szemüveget, és akkor jobb lesz. De az tény, hogy az embereknek a látása, az átlagos embernek a látása az idővel romlik, és erre fel kell készülni. Aztán valaki szerencsésebb, és nem lesz szemüveges sose, aztán valakinek meg kell majd a szemüveg. Ez ilyen, de ez egy jó találmány, érdemes használni. Jól van, ezek voltak a kérdések erre a hétre. Valami még volt a fejemben, amit így akartam, de így teljesen elfeledkeztem róla. Hát, nem tudom. Talán majd, ha eszembe jut, akkor majd még beírom ide a videóba kommentként. És ezek voltak a kérdések erre a hétre. Nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek a levelet, és találkozunk a jövő héten. Várom továbbra is az e-mailjeiteket, és jövő hét pénteken ismét választ kaphattok rá kérdéseitekre tőlem. Úgyhogy további jó hétvégét kívánok mindenkinek, jön a hétvége, és kellemes videózást, találkozunk jövő héten. Sziasztok!